Sziasztok, Mizsei Jani vagyok, ez itt a Lidl receptek. 30 perces étel, strapacska, készítsük el együtt. Jó strapacskát készítünk, krumplival indulunk, épéreszelem, a legkisebbjük reszelőn reszeljük folyamatosan. Azért fontos, mert a keményítős levére is szükségünk lesz. Jöhet is a tojás, rakunk bele sót, borsot és fokhagymát. Ezt az egész masszát elkeverjük. Én általában a fokhagymát azért szoktam inkább a tésztába belerakni, hogy ne legyen keserű íze a pirítástól, jöhet a liszt. Lépésről lépésre adagolom hozzá a lisztet. Függ magának a burgonyának a minőségétől, hogy mennyi lisztet vesz föl, milyen magas a keményítő tartalma. Az a lényeg, hogy egy jó masszív nokedli tésztát kapjunk. A főzővízbe jött egy kis só, és már szaggatom is. A nokedlit kifőzzük, arra figyeljünk, hogy a víz ez ne lobogjon, éppen hogy csak gyöngyözve forraljuk. És megcsináljuk magát a ragút. Kétféle szalonnát fogunk használni, egy füstött hátszalonnát és egy kolozsvári szalonnát. Mind a kettőt egyszerre lepirítjuk. Akár már az elején borsozhatjuk is, még jobb íze lesz tőle. Amíg a szalonnánk pirul és föl a nokedli, addig pont fel tudtok iratkozni. A szalonna, hogyha elkezdett már pirulni, akkor hozzáadjuk a tejfölt. Én azért szeretem ilyenkor hozzáadni a tejfölt, mert a tejfölt is megpirítjuk egy picit, mert a még jobb íze lesz. Amikor megpirult a tejfrés egy picit, karamellizálódott és sűrűsödött, akkor hozzáadjuk a sima túrót. Zsíros tehén túrót használunk, és őt is egy picit megpirítjuk. Az a cél, hogy jól bevonja majd a nokedli tésztát, és egy ilyen nagyon nyúlós, ragacsos egyveleget kapjunk. A legvégén hozzáadjuk a jútúrót. Igazából ezt a tűzszerűen le is húztam. Nem forraljuk tovább, hanem inkább a jútúróval most már csak krémesítjük és sűrítjük. Ez már így is egy strapacska lenne, de nálam savanyú káposztával készül, úgyhogy hozzáadjuk a savanyú káposztát. A káposztát ezt apróra vágtam, nem mostam át, csak apróra vágtam és így használom. A ragunk elkészült, és most a nokedlit átszedjük magába a ragúba. A ragúba elkeverem a nokedlit, és megtálalom is. Jó étvágyat! Ha tetszett a recept, nyugodtan dobj egy lájkot, ha pedig kérdésed van, tedd fel bátran kommentbe. További receptekért kövesd a Lidl YouTube csatornáját, ahol még több tartalommal várlak.